Sziasztok! Ez itt az Arbiter és a Vultur csapat összefoglalója. Úgyhogy bele is kezdünk a meccsekbe. Tehát Hunyadi és Pradzin kezdte a játékot, a tier 4-es játékosaink. Lassú kezdés után elég nagy Mac, illetve Hydra Rochalin fightokkal folytatódott a meccs, ahol Hunyadi megpróbált kimozdulni, ezt szépen feltakarított a Pradzin, közben szépen expertek a játékosaink, majd ugye Hive Tech-en is megpróbálta Pradzin betörni Hunyadinak a Mac-lányját, de hát ez nem volt túlságosan sikeres, gyakorlatilag mindkét játékosnál. A move-outok nem voltak túlságosan sikeresek, mikor Hunyadi jött ki, akkor pedig rengeteg Blinding Cloud-dal Pradzin levitte az armiát. Elég nagy ilyen limit fight-ok voltak ezen a meccsen. Pradzinak hatalmas bankja volt, láthatjuk 8000 minerális. És azzal próbált folyamatosan gyorsan remaxolni és bebasztolni ezt a Mac armit. Míg Hunyadi 4 base-en maradt a meccs legnagyobb részében. Ugye később már Broodlordok, illetve a Thorok is előkerültek a játékosoknál, de Pradzin ezzel sem nagyon tudta áttörni ezt a Terram védelmet itt Golden Aurán. Egyszer csak Hunyadinak hatalmas armia lett, és nagyon jókat trédelt. Végül Broodlordok is védtelenek, és elég jót fightol itt Hunyadi. Még mindig 4 base-en 20 perc után, de Pradzinnak elfogyott a bankja folyamatos rossz trédek után, és azért Hunyadi egy limit armival átmegy a mappon, már szinte semmit nem minol, de Pradzin ezt nem tudta itt levinni Golden Aurán, és Hunyadi szerezte meg a vezetést. Aztán Crimson Gorton a második mappon hasonló felállás volt, Hunyadi elég defenzív, míg Pradzin próbálta betörni ezt itt inkább ilyen Roach Ravager armival, vagy ugye utána megint csak Broodlordra ment, itt Hunyadi vikingeket is hozott már, amik elég jól trédeltek itt Broodlordok ellen, nem volt olyan sok korruptor, és hatalmas airfightok is voltak, itt ugye már BC-k is vannak Hunyaditól, úgyhogy azokkal is megpróbált itt játszani, az előző gameben BC-k nem voltak, ezeket szépen feltakarított a Pradzin, akinek gyakorlatilag teljes air armia volt, és következő fightnál már elég sok BC van, illetve jó az a defensív tankline is, és ilyen hatalmas air fightok voltak gyakorlatilag a meccsben, már itt fél órája ment a game. Az eleje elég passzív volt, aztán egész sok fight volt itt a srácoktól, meg ilyen limit air fightok, és ezekben is Hunyadi jött ki jobban. Kimájnolták már a pályát gyakorlatilag a playerek, 5 base Terran, illetve 7-8 base Zerg, és akkor mikor már majdnem teljesen kimájnolódott a map, akkor Hunyadi egy 6. base-t be tudott védeni PF-fel, töretekkel, tankokkal, de azért nem nagyon tudott bemenni Pradzin. Ugye megpróbált, és ez nem volt túlságosan sikeres ez a támadás, úgyhogy megint nagyon-nagyon sokat veszett Pradzin, és megint, mint az első mapon, egyszer csak elfogyott a bankja, és csak ilyen lingre maxot tudott már csinálni, de ez nem volt elég, Hunyadinak elég nagy volt még mindig az armia, Helionokkal, tankokkal, úgyhogy Pradzin feladta ezt a meccset, így Hunyadi nyert 2-0-ra. Második meccsünk Alpha Fire Midrikkal is, mint egy TVZ. Hát Hunyadi fia Alpha Fire is Mac armival próbált operálni, de inkább Battle Mac-et hozott, és azzal próbált meg aktív lenni. Midrikkalinak rengeteg rócsa volt, és Midrikkali egész agresszívan támadott is ezekkel, amit mindjárt láthatunk. Szép volt a split Alpha Fire-től, és meg tudott tölni jó néhány rócsot ott Midrikkali negyedikjén.
jön egy nagy counter attack. A Banshee-k amúgy nagyon jól operáltak ezeken a rócsokkel, de Midrikali már elkezdett Hydrákat is hozni, és itt elkapta out of poziban Alpha Fire-t. Nagyon szépek azok a bájlok. És itt azért elég nehéz a Terran-nak engage-elni a rampán felfelé. És jön egy nagy surround is Midrikalitól később, amivel leviszi ezt az egész ezt az egész Cyclone Army-t, és be is tudja törni itt a negyedik base, illetve bejönni a Naturaljére Alpha Fire-nek, akinek négy tank van a High Ground-on, azzal próbál itt valamit csinálni, elhúzni az SCV-ket, hogy megfogja. Itt Midrikali eléggé megölte az Echo-ját Alpha Fire-nek, viszont itt valahogy Alpha Fire megfogta ezt az attackot, visszarakta a harmadik base-t, és egész nagy armia lett megint csak, míg Midrikali ismételten megpróbált ezt betörni, de ez már nem olyan jó trade itt, hogy nem volt out of pozi a Terran. És itt Alpha Fire fel is megy limitre gyakorlatilag, nem a legjobb army kompal, de azért már vannak itt tórok is a Hellionok, Hellbetek mellé. És elindul egy nagy counter attackra ezzel, kijönnek épp a Broodlordok, Midrikaitok, nem expert túlságosan gyorsan ebben a gameben, és nem volt annyira jó ekója, annyira nagy bankja, mint például Pradzinnak az előző gémekben. Úgyhogy ezzel meg is nyerte Alpha Fire a gémet egy hihetetlen pozícióból. Midrikai viszont úgy gondolta, okay, én nem akarok ezzel lejátszani, úgyhogy Bailing Bustra ment a második gémben, be is törte szépen ezt a falat, befut rengeteg linggel, és itt SCV-vel kell fájtolni a Alpha Fire-nek, ami nem túl pozitív. Hellionokat szépen beszaroundolja Midrikali, és ezzel Midrikali meg is nyerte ez a Bailing Bust-tal a gémet, úgyhogy ez a meccs 1-1 lett, így 3-1 az Arbiter csapat számára. Következő Antonia, illetve Panda. Antonia Side Deltán szokásos DT-vel nyitott, de most nem volt ugye kanorás. És DT után egy Arkon Koloimmo armival próbált meg pusholni 3 base-ről Antonia, ezt egy nagyon szép surround engagement-tel tudja szépen feltakarította. És itt láthatjuk már, hogy Antoniának nagyjából elfogyott az armia, próbál még warpolni néhány kört, itt szépen jön production-ön még 20 roach, szóval ez itt elég tutyinak, hogy feltakarítja ezt az armit. És tutyi el is jön egy counter attackra, jó Echo-n, itt elég nagy már roach ravager army, közben pedig a harmadik base-re egy gyönyörű szép bailing run by tutyitól, amivel Chiselgő gyakorlatilag only-re rakja. Chiselgő el is jön támadni, de tutyi ezt a reinforcementekkel szépen megfogja, itt már viperek is vannak, úgyhogy elfogy Chiselgől ebben a gameben, így 3-2 a meccsállása. Solarison Antonia most már azért kanorásolt egyet, ami sikeres is volt, tudja, nem vesztett sok mindent, ugye le tudta cancelezni ezt a hatcherit, és megmenti ezt a drónt is, amivel rak egy expert, és jön egy Nidus counter attack, míg Antonia pedig egy gateway all-in follow-upra akart menni, és a map másik végén van, és nincs recoilja, és unpowerelte itt tudja azokat a gateway-eket, úgyhogy ezzel ez a 3-3 az állás, és akkor Order és az én meccsem. Order az első gameben Hardleden egy proxy factory-val nyit, illetve otthon van még egy factory, és egy Cyclone tank bustot akar. Ugye én Robo First Immortalra mentem, úgyhogy kijön a Protoss, és ugye ott az Immo, ki snipolja a tankot, és ezzel nagyjából meg is lett állítva a push, még azért eljön még Order még egy atakra itt, de ugye már két immortál van, ami nagyon jól trade a tankok, illetve a Cyclone-ok ellen is tényleg egy-kettőt lőnek, és eltűnik itt minden Terran unit, ugye ezzel 4-3 az Arbiter csapatnak, és akkor Order Crimson Court-ot pickelt következő mapnak, ahol egy Bunker Rush-sal indít, ami eléggé sikeres, és ugye Winter, vagyis az Encounter play-em az egy DT drop, de ezt Order nagyon simán
megállítja, tökéletes a scan, leszedi mind a két DT-t, közben a Blink Stalkerek se tudnak mit csinálni. Ugye Order egy ilyen Cyclone Tank Ghost attackra megy, egy elég nagy armival két base-ről, amivel fightol egy nagyon-nagyon jót, viszont a DT-ket nem nagyon tudja leszedni, nincs scan, nincs folyamatos scan. Úgyhogy a DT-k nagy nehezen megfogják ezt a push-t. Jött egy EMP, de nem találta el a DT-ket, úgyhogy itt nagyon-nagyon szenvedve megfogtam ezt a pusht, és Order elég lassan rakott harmadik base, úgyhogy jön egy 4 base Protoss push itt, és nincsen nagyon sok Mac Army, úgyhogy ez elég jó trade volt Protoss részről, és Ordernek itt a Mac Army elfogy, és vége a game-nek. Úgyhogy ezzel 5-3 lett az Arbiter team javára ez a meccs. Úgyhogy volt ott csapat továbbra is 1 ponttal, az Arbiter pedig 5 ponttal a tabellán. Úgyhogy GG's, köszi, hogy néztetek.